Szeretettel üdvözöllek titeket! A mai ötödikes tananyagunk az a törtek és a tizedes számok összeadása és kivonása, vagyis annak a gyakorlása. Ugye a múlt órán átvettük az összeadást, kivonást törtekkel és tizedes számokkal, ma pedig ezeket fogjuk gyakorolni. Azért az első lépésben egy kis ismétlés, nézzük meg, hogy hogyan is kell ezeket ugye összeadni, valamint kivonni. Ugye az első példánál egy negyedet hozzá kell adnunk a kettő negyedhez, nagyon könnyű dolgunk van, mert a nevező már közös, tehát összeadjuk a számlálókat, és a nevezőt változatlanul leírjuk. A következő példa egy egész, egy harmad plusz az egy ketted. Mivel ebbe található vegyes szám, először ezt átalakítjuk törté. 3-szor 1, 3, hozzáadom az 1-et, vagyis ez a 4 harmad plusz az 1 ketted. Mivel a nevezők nem egyformák, ezért először közös nevezőre kell hozni, vagyis meg kell keresnünk a legkisebb közös többszörösét a két számnak. Ugye, vagy melyik az a szám, ami osztható 3-mal is és 2-vel is, és ugye ez a 6 lesz, tehát úgy kell bővíteni a törteket, hogy a 3-as nevezőjű törtből egy 6-os nevezőjű törtet kapjak, vagyis meg kell szoroznom ezt 2-vel, a második törtet pedig meg kell szoroznom 3-mal, hogy a 2-ből 6-ot kapjak, ugye 2x 3, 6, tehát hozzászámolom a számlálókat, összeszorzom, 8 lesz, és ugye 1x 3, az a 3. Összeadom a számlálókat, 11 6-od, persze észrevesszük, hogy a számláló nagyobb, mint a nevező, tehát át lehet alakítani vegyes számba, 11-ben a 6 megvan egyszer, és a maradékot írom a számlálóba, az az 5 6-od, vagyis az 1,56-od. Következőnél szintén át kell alakítanunk törté, ugye a 7 egészt úgy alakítom törté, hogy a 7-es alá az 1-est írom, mert 7 osztva 1-el az ugye változatlanul 7. Mínusz, átalakítunk, 4x1, 4, plusz az 1-es, azaz 5 negyed. 1-esnek és a 4-esnek a közös nevezője a 4 lesz. Ugye az elsőből 4-et úgy kaptunk 1-esből, hogy szoroztuk 4-gyel. A másodikat nem kell szorozni semmivel, mert látjuk, hogy változatlan marad. Tehát a 7x4 az 28, és ebből ki kell vonnunk 5-öt. Számlálókat kivonjuk, ez lesz a 23 negyed, és ezt is át tudjuk alakítani vegyes számba. 23-ban a 4 megvan 5-ször, a maradék a 3 negyed. Az utolsó példánk tizedes törtes, illetve tizedes számos, és ugye a múlt órán azt is megbeszéltük, elmondtuk, hogy hogyan kell a tizedes számokat összeadni, illetve kivonni. Leírjuk egymás alá, de arra nagyon figyelünk, hogy a vesszők egy vonalba kerüljenek. Tehát az 1,478 és a 0,3412 tízezred, és ezt kell kivonni. Arra a helyre, ahol ugye nem kerül szám, oda a nullát hátul odaírhatjuk. Tehát kivonás van, nagyon figyeljetek arra, hogy hogyan vonunk ki. Kettőhöz, hogy 10 legyen, kell még 8, maradt az 1. Összeadom, kettőhöz, hogy 8 legyen, kell még 6, 4-hez, hogy 7 legyen, kell még 3, 3-hoz, hogy 4 legyen, kell még 1, és 0-hoz, hogy 1 legyen, ugye 1 kell.
Tehát ennek a megoldása az 1 egész és 1368 tízezred. Nézzük meg a következő weboldalakat, javaslom mindenkinek, most rögtön csak én bemutatom egy néhány percbe ezeket a weboldalakat, addig is írjátok le magatoknak ezeknek a weboldalaknak a címét. Tehát az első, ez az www.matematika.in, matika csak, .in per hu, a másik pedig az okosdoboz.hu. Ez a matika.in weboldala, és mint látható, nagyon-nagyon sok érdekes kis játékos feladat és játék található évfolyamonként is, tehát például a negyedik évfolyamra is, játék is, ötödik évfolyamra is. Hát ugye egy kis szépséghibája, hogy ez nem a mi tanmenetünkhöz igazodik, de azért, hogyha picit keresgélünk, itt felsőbb évfolyamoknál, akkor megtaláljuk a törtek egyszerűsítését és összeadását, kivonását, és így tovább. Nézzünk csak egy példát, hogy hogyan is néz ki ugye egy-egy ilyen érdekes kis feladat. Tehát az elsőnél rögtön oda kell írnunk, be kell írnunk ugye a számokat. Nagyon könnyű, egyforma a nevező, tehát beírjuk ugye a nevezőnek a hatot, külön-külön, ugye a számlálót, ugye a háromast és a kettest, és összeadjuk a számlálókat, és megkapjuk, hogy ez lesz az 5, bocsánat, 5 hatod. Tehát a végeredményünk is az 5 hatod. És le tudjuk ellenőrizni, hogyha rányomunk a kész gombra, és megnézzük, hogy mit mond, jól oldottuk-e meg, vagy nem jól, és látjuk, hogy az első példát jól csináltuk. Nézzük meg a következőt, ugyancsak ugye össze kell adnunk, tehát marad lesz ugye a 8 a nevező, 4 és 7, összeadjuk őket, 11, 11 nyolcad, és persze látszik, hogy már kéri is átalakítva, tehát vegyes számmal, ugye a 11-ben a 8 megvan egyszer, és a maradék, ugye a 3, 8-as változatlanul ott marad, és rányomunk, megnézzük, hogy jól csináltuk-e meg, és hát nagyszerű. Jó, nézzük egy másik weboldalt, ez az okosdoboz weboldala. Itt is nagyon sok érdekes feladatot tudtok keresni. Tehát, hogyha ide kattintatok, megnézitek, hogy osztályonként is tudtok, milyen témakörben, és ugye szintén ugye azon belül is milyen témakört tudtok megkeresni. Hát itt most ugye rámentünk, hogy matematika és törtek, tizedes törtek. Itt példát nem oldunk, csak belenézünk egy játékba, illetve egy feladat típusba, hogy mit is kellene ott csinálni. Tehát nézzük ezt. Ugye látjuk itten, hogy egy kétkarú mérleg van, valamilyen arányjal dolgozik, és ahogy látom, ugye milyen súlyokat kell ide felpakolnunk, hogy hát kiegyenlítődjön ez a mérleg. Persze itt még figyelni kell az arányra is, meg arra is nagyon kell figyelni, hogy itt ugye nem egyformák a mértékegységek, tehát ugye egyforma mértékegységekben kell gondolkodnunk. Én javaslom mindenkinek ezeket a weboldalakat, nagyon sok érdekes feladat és játék is található rajtuk. És nézzük mi a következő számolós feladatainkat, amik már azért egy kicsit összetettebbek, mint a múlt órai. A
ezeket is kérem, hogy másoljátok le, és akkor megoldjuk közösen őket. Nézzük az elsőt, ugye az az 1 negyed plusz 1 ketted plusz az 1 harmad. Közös nevezőre kell először is hoznunk, ugye a 4-esnek, a 2-esnek és a 3-asnak egyszerre keresem most meg a közös nevezőjét. Persze úgy is meg lehet csinálni, hogy először az első két számot hozom közös nevezőre, megoldom, majd utána a harmadikat is, tehát ezek elég pici számok, tehát gyorsan megtalálható a közös nevező, és az lesz a 12-es. Tehát a 12-es osztható 4-el is, 2-vel is és 3-mal is. Vagyis ugye 4-ből 12-t úgy kapunk, ha megszorozzuk 3-mal, tehát az első törtből, ugye az 1 negyedből 3 12-ed lett, 2-ből 12-t úgy kapunk, ha megszorozzuk 6-tal, ugye egyszer 6, ez a 6 12-ed lesz, és az 1 harmadból úgy kapunk 12-t, ha megszorozzuk 4-gyel, tehát ez lesz ugye a 4. Összeadjuk a számlálókat, 13, 12-ed, és persze nem felejtjük el fölírni vegyes számba 1 egész és 1 12-ed. Nézzük a következő feladatot. Itt azt látjuk, hogy már kivonás is van, ugye a számolások között, meg vegyes számok is. Tehát először átalakítunk, ugye törté, majd utána kezdjük el a közös nevezőt keresni. Az első átalakításunk 4x egy 4 plusz az 1, ugye az az 5 negyed, mínusz 1 ketted változatlan marad, és plusz, ugye 5x 2 10, plusz a 3, 13 ötöd. Közös nevezőt keresünk ismét. Nézzük meg, 4-nek 2-nek közös nevezője a 4, tehát a 4-nek és az 5-nek keresem a közös nevezőjét, ami a 20 lesz. Nagyon figyelünk arra, hogy helyesen írjuk ugye a műveleti jeleket is, tehát ne cseréljük föl és ne keverjük össze. Az első törtből, ugye az 5 negyedből úgy kapok 20-as nevező törtet, hogy megszorzom 5-tel, tehát 25-öt kapunk ide. 1 ketted törtből 20-as nevezőt úgy kapok, hogy megszorzom 10-zel, tehát egyszer 10, 10, és végül az utolsó törtből, ugye 5-ből 20-at úgy kapok, ha megszorzom 4-gyel, és ugye a 13-szor 4 az lesz az 52 egyenlő. Nagyon fontos, hogy a műveleteket sorba végezzük el. Tehát a kivonás és az összeadás művelete egyenrangú művelet, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy sorrendben, ha csak nincs zárójel, ugye akkor a zárójel az elsődleges, de ebben az esetben zárójel nincs, tehát sorba kell a műveleteket elvégezni, vagyis először megoldom a kivonást, 25-ből elveszem a 10-et, az a 15 20-ad, plusz, és hozzá adjuk az 52 20-adot, és ez egyenlő lesz a 67 20-addal. Ugyancsak persze ellenőrizzük, hogy lehet-e esetleg egyszerűsíteni, valamivel osztani őket, de hát most megnézzük, hogy nem lehet sajnos, föl lehet írni viszont vegyes számba, 67-ben a 20, megvan 3-szor, és a maradék a 7 20-ad. Nézzük a következő példánkat. A 9 mínusz, és zárójelbe van téve az 1,2 harmad plusz az 1 hatod.
Az első, ugye lépésünk természetesen ismét az, hogy felírjuk őket átalakítva. Tehát a 9 egyed mínusz az 5 harmad plusz az 1 hatod. Ebben az esetben, mivel van zárójel, ugye kötelező a zárójelet elsősorban megcsinálni, tehát ezzel fogok most foglalkozni, hogy mi lesz az 5 harmadnak és az 1 hatodnak a közös nevezője. Vagyis 9 egyed mínusz 3-nak és a 6-nak a közös nevezője a 6 lesz. Tehát az első törtet kellett 2-vel bővítenem, és lett 10. A másodikat ugye nem kellett, maradéktalanul, illetve hogy a változatlanul leírom, hogy az 1 hatod. Vagyis lemásolom az első számot, erre is nagyon figyeljetek, hogy nem szabad elhagyni számokat, és mindig olyan sorrendbe írjuk le, amilyen sorrendbe oldjuk a példát. Tehát, hogyha ő van az első helyen, akkor le kell másolnom, kiírom a mínuszt, és megoldom a zárójelet, és lesz a 11 hatod. Közös nevezőre hozzuk, közös nevező 1-nek és a 6-nak a 6 lesz. Kellett ugye az elsőt bővítenem 6-tal, ugye, hogy az 1-esből 6-ot kapjak. 9-szer 6 az 54, mínusz a 11 egyenlő. Számlálókat kivonom egymásból, és ez lesz a 43 hatod. Megnézem, lehet-e valamivel egyszerűsíteni. Nem találok olyan számot, tehát 2-vel nem lehet, mert ugye 43 az páratlan. 3-assal nem lehet, mert ugye 4 meg 3 az 7, tehát nem osztható. 5-össel látszik, hogy nem. Tehát ismét csak megnézem, föl lehet-e írni vegyes számba, és igen, mert hogy a számláló nagyobb, mint a nevező. 43-ban a 6, megvan 7-szer, és a maradék az 1. Tehát 7 egész és 1 hatod. És nézzük a következő feladatot. Tehát ilyen esetekben ugye csak tizedes számok vannak, ugye ezeket valahol külön meg kell oldanunk, tehát hogy ne fejbe próbálkozzunk, hanem írjuk le mindig őket egymás alá, az a legbiztosabb módszer. Tehát a 4,7 és a 0,12 század. Az elsőben ugye össze kell őket adni, ahol hiányzik számunk, oda a nullát odaírhatom, tehát ez 2 lesz, 8 és végül 4, és abba a vonalba, ahol volt, oda kerül a tizedes vesző is. Tehát az első zárójel megoldása a 4,82 század mínusz. Megoldom a másikat is külön. 1,74 század plusz a 0,9 század. Összeadom őket. 9 meg 4, 13, ugye maradt az 1. Hozzáadtam a 7-hez, 8 lesz. És ugye 1 meg 0 az 1. Tehát ez az 1,83 század. És ezt is külön kiszámolom. 4,82 század mínusz az 1,83 század. Nagyon vigyázzunk ismét a kivonásnál. Ugye 3-hoz, hogy 12 legyen, 9 kell. A maradékot alulra adom, tehát 9-hez, hogy 18 legyen, 9 kell, maradékot alulra adom, 2-höz, hogy 4 legyen, 2 kell. Tehát ez lesz a 2,99 század. Itt vannak a következő feladatok. Ezeket is másoljátok le.
Nézzük a következő feladatot. Az 1/2 törthöz kell hozzáadni a 0,4 tizedes számot. Mi van ebben az esetben? Az egyik tört alakban van, a másik viszont tizedes alakban. Hát mindenféleképp ugye át kell alakítanunk valamelyiket, vagy a törtet tizedesé, vagy a tizedest törté. Hát most én azt választom, hogy átalakítom a törtet tizedesé, mivel hogy én úgy gondolom, hogy tizedes számokat könnyebb összeadni. Az 1/2 úgy alakítjuk át, hogy az egyest ugye elosztom kettővel, vagyis a számlálót osztom a nevezővel. Egyben a kettő nincs meg, a maradék az egy, ugye a nullát mellé írom, abban a rendülettel a vesszőt kiteszem. 10-ben a kettő 5-ször van meg, és a maradék nulla. Tehát ez lesz a 0,5, amihez hozzá kell adni a 0,4-et. És végül ugye az eredményünk hát nagyon egyszerű, tehát ezt akár fejbe is ki lehet számolni, ugye az a 0,9 lesz. A következő példánk a 2,47 plusz az 1,15. Ezt kérem, hogy mindenki belátása szerint csinálja meg otthon, próbáljátok meg, hogy melyiket melyikbe alakítod, tehát most lehet tizedest is ugye törté, vagy a törtet tizedessé. Nézzük a következő két példánkat. Ugyanolyan típusú, mint az első kettő, de az 1/3, ha én tizedesbe szeretném átalakítani, akkor megnézzük, hogy milyen számot kapunk. Tehát 1 osztva 3-mal, az 1-ben a 3 nincs meg, maradt ugye az 1, leveszem a nullát, kiteszem a vesszőt. 10-ben a 3 megvan 3-szor, a maradék 1. Látjuk, hogy ugyanaz a maradék, mint az előző lépésben, újra ha a nullát odaírom, 3 lesz benne, és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy végtelen tizedes szám. Vagyis, hogyha én a 0,3-at kerekítve odaírom, akkor ez az egyenlőség jelen, ez nem lesz helyes. Akkor ide már nem írhatok egyenlőség jelet, hanem a kerekítés jelét. Tehát ilyen esetekben, hogyha azt veszük észre, hogy a törtet átalakítva végtelen tizedes számot kapunk, akkor azokat a feladatokat törtben oldjuk meg. Vagyis a tizedes számot fogom átalakítani törté. 0,4, ugye ezeket úgy csináltuk, hogy aláírtuk a tízest, és fölé írtuk ugye a számot a vesző nélkül. Tehát az 1/3 kell hozzáadni a 4/10. Közös nevezőre hozzuk, a közös nevező a 30. Az első törtből 30-as nevezőjét úgy kapok, hogy megszorozzuk 10-zel, a másodikból úgy kapom, hogy megszorozzuk 3-mal. Tehát 1x10 az 10, és a 4x3 a 12. Összeadom ugye a számlálókat, ebből lesz a 22/30. Megnézem, lehet-e egyszerűsíteni, tehát lehet-e osztani valamilyen számmal a számlálót és a nevezőt is, és most észre lehet venni, hogy mind a kettő páros, tehát kettővel el tudom őket osztani, és végül azt kapom, hogy ez 11/15. A következő példánknál ugye a 2,4764 tízezred plusz az 1,18. Hát ilyen esetekben azért mindig érdemes megnézni, hogy nem lehet a törtet átalakítani tizedesé,
mivel azért ezt, ha átalakítom törté, hát nagyon nagy nevezőt kapok, és utána ugye azzal kell közös nevezőre hozni, tehát mindig igyekezzünk a könnyebbik utat választani magunknak, tehát nézzük meg, hogy az 1,18-ot-e át tudom-e alakítani úgy tizedes számmá, hogy az nem végtelen, illetve hogy azt kapom-e. Ha átalakítom törté, ugye az 1,18-ad, törtben a 9/8-ad, vagyis a 9-et osztom a 8-al, 9-ben 8 egyszer van meg, maradék 1, leveszem a nullát, ugye kiteszem a vesszőt, 10-ben a 8 megvan egyszer, maradék 2, 20-ban a 8 megvan kétszer, a maradék 4, ugye 2x8 az 16, hoz, hogy 20 legyen, 4 kell, nullát hozzáírom, és 40-ben a 8 ötször van meg, és azt kapom, hogy ez az 1 egész és 125 ezred, ugye tizedes számba, de ugye véges. Tehát a 2,4764 ezredhez hozzáadom az 1,125 ezredet. Ezeket ugye leírjuk egymás alá. Természetesen úgy, hogy a vesszők egymás alá kerüljenek. Ahol hiányzik hátulról ugye szám, oda a nullát képzeljük, és össze kell őket adnunk, 4 plusz 0, 4, 6 meg 5, 11, leírom az 1-est, maradt az 1, 1 meg 7 az 8, meg a 2, 10, leírom a nullát, maradt az 1, 1 meg 4, 5, plusz ugye az 1, 6, és végül 2 meg 1 az 3, és a vesző ugyanoda kerül abba a vonalba, ahol az előzőekben volt. Tehát ez a 3,6014 tízezred lesz. A következő feladatokat írjátok le magatoknak házira, és próbáljátok meg őket egyedül megoldani. Otthoni gyakorlásra javaslom az alábbi példákat, szintén a Gerundium kiadó tankönyvéből, a 141-es oldalon a 14-es, 15-ös és 18-as feladatot, valamint a feladatgyűjteményből a 79-es oldalon a 872-es, 876-os és 878-as feladatot. Ugyancsak ugye ezeken a weboldalakon nagyon sok érdekes feladatot, példát találhattok, és a videótanár digitális tananyagon szintén megnézhetitek ezeket a témaköröket feldolgozva. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmeteket, és minden jót kívánok, és jó munkát!